A világ egyik legkalandosabb történetű himnuszáról szeretnék beszélni, aminek a szerzője József Haydn. Haydn Angliában olyan élményeket kapott, ahol azt érzékelte, hogy sok ember, vagy sok ezer ember egyszerű, gyönyörű dallamokat énekel. Tehát, hogy a nemzet megnyilatkozik a dalában. És hazaérkezett Bécsbe, és elhatározta, hogy ő is komponál egy olyan dalt, amit a császári himnuszként lehet majd használni. Az éppen aktuális császárnak a születésnapjára írt egy dalt, amiből valóban a császári himnusz lett, Gott erhalte, így kezdődött ez a szöveg, tehát hogy Isten tartsa meg, akkor éppen ugye Ferenc császár volt, és hát sokáig, évtizedeken át az osztrákok énekelték, mint saját himnuszokat, majd a 19. század közepén egy német patriotikus szövegíró írt rá egy másik szöveget, és elkezdték énekelni a németek is. Na most az első világháború alatt, hogy meghal Ferenc József, fölbomlik a, a monarchia, befejezik az első világháború, és átkerül ez a himnusz a németekhez, és ott ugye Deutschland, Deutschland, über alles, tehát meglehetősen sovinista szöveggel ment, hát a náci időben is, tehát ugye nagyon rossz emléke lett ennek a himnusznak, és az érdekes módon a háború után, a második világháború után megtartották a németek ezt az osztrákoktól hát ellopott himnuszt, még azt is lehet mondani, és egy másik szöveggel mind a mai napig éneklik. Hát ugye a Jámbor József Haydn mester nem is gondolta az ezen 790-es évek közepén, hogy micsoda karriert fog befutni még ez a történelmileg ennyire kényes zenedarab.